Folytatódnak a felújítások, új bölcsödét is kialakítanak Pécs belvárosában. Nyomon követhető a baranyai dinnye, ingyen kóstolót adtak a gazdák Pécsen. A legfontosabb a közös együttélés, felelősségvállalás, roma integrációs konferencia Pécsen. Ellátogatott a sportoldába a balesetet szenvedett focista, a kisfiút folyamatosan segíti nevelő egyesülete. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Új bölcsöde létrehozására pályázik a pécsi önkormányzat. A tervek szerint egy háromcsoportos, 36 férőhelyes intézményt alakítanak ki, mintegy 400 millió forintból a Nagy Lajos király útján. A fejlesztés mellett pedig tovább folytatódik az a 2,5 milliárdos program, melyben a már meglévő óvodákat és bölcsödéket korszerűsítik. Mint ismert, a pécsi önkormányzat célja, hogy minden óvoda és bölcsőde teljes körűen megújuljon a városban. Ezt egy 2,5 milliárdos projektnek köszönhetően valósítják meg. Ennek keretein belül már egy tucat óvoda és fél tucat bölcsőde korszerűsítését végezték el a szakemberek. Itt azonban még nem ért véget a fejlesztés. Hamarosan egy új bölcsődét is kialakítanak a belvárosban, mintegy 400 millió forintból. A terveinek megfelelően egy háromcsoportos, 36 férőhelyes új bölcsődét alakítanánk ki a Nagy Lajos király úton Pécs belvárosa közelében, és fontos, hogy ehhez szeretnénk új parkolóhelyeket is kialakítani, hiszen az a célunk, hogy azok a fiatal anyukák, akik a kisgyermek mellett élve a lehetőséggel visszatérnének a munka világába, azok könnyen tudják elvinni a gyerekeket óvodába, illetve bölcsödében, ezért figyelünk kiemelten a parkolási kérdésekre is. Emellett tovább folytatódnak az épületek korszerűsítései minden városrészben. A cél, hogy modern körülmények fogadják a gyerekeket és szüleiket a köznevelési intézményekben. Az önkormányzati programok között az egyik legfontosabb az óvodák és bölcsödék felújítása, emelte ki Őri László. Víz ömlött péntek reggel a pécsi alagútban. A vízszolgáltató közlése szerint kora reggel tört el az alagút feletti vízvezeték. A tetjei ivóvizet szállító 355 mm átmérőjű vezeték két víztározót köt össze. A Tettye Forrásház ZRT kizárta a sérült szakaszt az ellátásból, a szakemberek a hiba helyet behatárolták és megkezdték a feltárását. A hiba jellegétől függ, mikor lesz kész a javítás, de sem a csőtörés, sem a javítása nem érint felhasználót, illetve forgalmat. Közel félmilliárdos extra bevételhez jut a Biokom. A pécsi városüzemeltetési cég ingatlan eladásból szerez többletforrást, erről is döntött az önkormányzat pénzügyi bizottsága csütörtökön. A kökényi hulladékfeldolgozó körüli területeit adja el a Délkomnak. Mint ismert, ez a cég látja el ez évtől a hulladékszállítással, feldolgozással járó munkákat közvetlenül. Így a Biokomnak nincs szüksége a kökényi területekre. Ezek értéke az ingatlan szakértő szerint 446 millió forint. A két cég között adásvétel formájában cserélnek gazdát a földterületek. Akkor ilyen módon a Biokom értékesíteni tudja a hulladékfeldolgozáshoz kapcsolódó kökényi, modern hulladékfeldolgozó körüli korábban általa megvásárolt ingatlanokat, tehát így ezáltal a Biokom ezeket az összegeket részben akár újabb parkolóhelyek létesítésére, belvárosi parkolási gondok enyhítésére tudja fordítani, részben pedig akár eszközökre, akár a város üzemeltetési egyéb feladatok még színvonalasabb ellátására. De ezt a célt szolgálja ez a napirendi pont, és ezért fontos, hogy ez az ingatlan értékesítés meg tud valósulni. A pécsi úton található körforgalomtól északkeletre eső területen 40 hektárral bővül az ipari park Mohácson. A beruházás részeként a közműveket, a távközlési és kommunikációs hálózatot is kiépítik azzal a céllal, hogy a városban beruházni szándékozó befektetők számára megfelelő nagyságú és minőségű terület álljon rendelkezésre. 800 millió forint összegű visszanemtérítendő pályázati támogatásban részesült Mohács, amely révén 40 hektárral bővítik az iparterületet. Fontos kiemelni, hogy a beruházáshoz önerőre nem volt szükség, ami azt jelenti, hogy a városnak lényegében nem kerül pénzbe a fejlesztés. Beérett a magyar dinnye, már a piacokon, boltokban kínálják a jó minőségű hazai gyümölcsöt. Éppen erre hívta fel a figyelmet idén is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Dinnyetermelők Egyesülete Pécsen. Itt az ormánsági termést kínálták kóstolásra pénteken a Kossuth téren. Már két éve Matrica jelzi, hogy baranyai termelő dinnyéjét vásároltuk meg, idén azt is megtudhatjuk az okostelefonunkkal, hogy pontosan ki ő és hol vannak az ültetvényei. Szeletelik az ormánsági dinnyét a pécsi Kossuth téren péntek reggel. Újra ingyen kóstolót kaptak az arra járók az idei termésből. Volt görög és sárga dinnye is. Ennek páratlan az íze, én úgy gondolom, mert nem az a,
amit elhoznak éretlenül, hanem itt érik be, és hazai fajta. Ezért keresik egyre többen a magyar dinnyét. Egy matrica és egy mobil alkalmazás segíti a vevőket abban, hogy biztos megtalálják a Baranyában termelt finom gyümölcsöt. A fogyasztóktól mindig azt a kérdést kaptuk, hogy na de honnan tudjuk, hogy magyar? Honnan tudjuk, hogy jó a dinnye? Innen jött a matrica ötlete, mert hogy a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének is egy piros-fehér-zöld színek kombinációs logója, és gondoltuk, hogy ezt átalakítva valamilyen termelői azonosítóval létrehozzuk a dinnye matricát, és akkor ez a mostani dinnye jelölő. És mivel ezen csak azonosító számok vannak, jött a következő évben a következő kérdés, hogy na de ez honnan van és kié? Ezt lehet megtudni az applikáció segítségével, amit a Keresd a dinnyést elnevezéssel lehet letölteni jövő héttől. Az idei termés is kiváló, érdemes keresni a hazait, mondja az Agrárgazdasági Kamara helyi elnöke. A minőség szerintem egyre magasabb szintre kerül. Hál' Istennek a termelők már évtizedek óta termelik ezeket a növényeket. Magas szakértelemmel, magas színvonalon termelik, újfajtákat alkalmaznak, vásárlói igényeket meg szoktuk szondáztatni, megnézzük, hogy azért melyik ízlik úgy a vásárlónak, és én úgy gondolom, hogy ezt a termelők... Ezt átállnak ezekre a fajtákra, ezeket fogják termelni, ami jól eladható, méretbe, ízre, mindenre. A kamara pedig segíti a termelők piacra jutását a saját eszközeivel. Baranyában 150 hektáron termelnek görög dinnyét, 6000 tonna termés várható. További 10 hektáron pedig sárga dinnyét nevelnek a gazdák. Az idei érettségi vizsgák 33%-a jelesre sikerült, és az érdemjegyek mindössze 1%-a lett elégtelen, írja a pénteki Magyar Nemzet az Oktatási Hivatal honlapján elérhető adatokra hivatkozva. Középszinten 3,61, emelt szinten pedig 4,61 lett az idei tavaszi érettségi vizsgák átlageredménye, néhány századdal mindkét átlag jobb a tavainál. Az idei tavaszi vizsgai időszakban 109.854-en érettségiztek, legtöbben gimnáziumban és szakgimnáziumban. Roma integrációs konferenciát rendeztek Pécsen. A közös dolgaink elnevezésű találkozóra az ország 15 megyéjéből érkeztek civil szervezetek. A rendezvény célja, hogy ezek az egyesületek megismerjék egymás munkásságát, valamint azokat a kormányzati intézkedéseket, melyet a cigányság felzárkóztatásáért támogatják. Közös dolgaink. Ezzel a címmel rendeztek országos konferenciát a Pécsi Gandhi Gimnáziumban. A találkozó központi témája a roma integráció. Ennek jegyében az ország 15 megyéjéből és Budapestről érkeztek civil szervezetek, akik részt vesznek a felzárkóztatásban. A konferencia célja kettős, mondta köszöntőjében a cigány szervezetek a felzárkózásért országos szakmai szövetségének elnöke. Alapvető célunk az, hogy a roma civil szervezetekkel, hisz többségében ők vannak most jelen, megismertessük azokat a felzárkózási folyamatokat, amit a kormányzat, a különböző szakpolitikák elindítottak. A másik célkitűzés, hogy a jelenlévő szervezetek megismerjék egymás munkásságát, tette hozzá az elnök. Az esemény megnyitó ünnepségén Langerné Viktor Katalin kiemelte, a közös együttélés, felelősségvállalás fontosságát kell szem előtt tartani, amit különböző sportos vagy zenei programokkal, de akár tanodákkal is segíthetünk. Sokszor akár csak azzal, hogy egy jó kulturális programot szervezünk és megismerjük egymást, tehát nincsen recept, hogy most akkor az egész országban hogy lehet ezt csinálni. Egyetlen egy dolog van, ami nagyon fontos összetevője mégis ennek, az, hogy partnerség legyen, együttműködés. A program során a civil szervezetek is bemutatkoztak. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat például egy olyan akcióról számolt be, melyet már hónapok óta szerveznek a kormányzati szervekkel közösen. A Máltai Szeretett Szolgálat vezetésével, nagy karitatív szervezetekkel először 30 és a 30-ból kiindulva egészen a 300 a legszegényebb roma településeket, vagy többségében romák által lakott településeket megpróbálunk egy újszerű módszerrel, ami persze semmi különlegeset nem jelent, ez a jelenlét alapú módszerrel felzárkóztatni. Vecsei Miklós példaként említette a védőnők számának növelését célzó intézkedéseiket. Ilyen és hasonló lépéseket terveznek a felzárkóztatás jegyében. Az eseményen elhangzott, fontos, hogy mindezt együtt kell végrehajtani.
A pécsi járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki ittas állapotban bántalmazta a vele szemben intézkedő helyi járató busz vezetőjét. Februárban történt az eset, amikor a jármű a végállomáshoz érkezett, a férfi a padlózaton feküdt bódult állapotban. A sofőr felszólította, hogy hagyja el a buszt, a vádlott azonban több alkalommal megrúgta őt, majd szidalmazni kezdte. A férfi cselekményének büntetési tétele 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tovább folytatódik a szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányítása alatt zajló írtást Baranyában a megyei igazgatóság végzi. Önkormányzati és lakossági igények alapján állítják össze a tervet. A munkavégzés általában a napnyugtát megelőző, illetve az azt követő időszakban történik. Így lesz ez a jövő hét elején is, ugyanis július 22-én és 23-án légi kémiai, 23-án és 24-én pedig földi kémiai védekezést iktattak be a szakemberek Pécs egész területén. A vérszívók gyérítésére egyébként azért van folyamatosan szükség, mert nagy távolságot képesek megtenni, de a légmozgás is messzire elviheti azokat. Folyamatosan képes az állományok pótlódni időjárástól függően, hogy a szúnyoglárvák kikelnek, ezért meghatározott szakemberek segítségével kialakított terveknek megfelelően történik a gyérítés adott területen és régióban. A gyérítés lakosságra szállatokra nem veszélyes kémiai szerekkel történik, légi, illetve földi kiütetés módján és megfelelően. A honlapunkon lehet tájékozódni a szúnyoglárvásznak a tervezett üteméről. Közel 4 kg kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök egy kis buszban Tófűn. A település belterületén intézkedés alá vontak egy kis buszt, amely nem csak utasokat, hanem csomagküldeményeket is szállított Hollandiából Magyarországra. A buszban lévő csomagokat kábítószerkereső kutyával vizsgálták át a rendőrök, amely során a kutya jelzése alapján 3 olyan csomag került elő, amelyekben kábítószergyanús anyagot találtak. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklása miatt folytat nyomozást egy 44 éves mindszenti férfi ellen. Tavaly szeptemberi balesete óta először járt a pécsi sportoldában Gergely Áron. A kisfiú családja rendkívül hálás a nevelő egyesületnek, hiszen nem csak jótékonysági labdarúgó tornát szerveztek, hanem folyamatosan segítik Áron felépülését, és érte is fociznak a gyerekek. 3 válogatottal a soraiban az MLS sportolda U14-es lánycsapata kezdte meg éppen a felkészülést. Taps fogadta Áront, aki szemmel láthatóan örült, hogy újra focisták között lehet. Mint arról beszámoltunk tavaly szeptemberben, Gergely Áron éppen edzésre sietett a pécsi sportoldába, amikor elütötte egy autó. Azóta a sportoldások Áronért is fociznak. Gyánó Lilit, valamint Krisztián Petrát beválogatták a korosztályos válogatottba, Bolboaka Karina pedig meghívást kapott a román és a magyar válogatottba is. Karina a több játék lehetőség reményében a román válogatottságot választotta. Áron most az ő edzésüket látogatta meg. Gyánó Lili Kaposvárról érkezett Pécsre. Nagyon fontos, nagyon örülök neki. Még nagyon sokat kell dolgoznom, hogy ebbe rendesen bekerüljek. Most de még csak a nyugatiba vagyunk benne, 4 csoportra van osztva. Hát nagyon sokat jelent, nagyon örülök neki. A pécsi sportoldában családias a légkör. Természetes, hogy a kezdetektől egy emberként küzdöttek Áron felépüléséért, és gyűjtöttek a gyógykezelésére. Nekünk rengeteg számít, Áron megint velünk legyen. Megmondom szintén, azért is hoztunk kicsit ide csarnok, hogy megint kicsit visszaemlékszi a régi idő. És december, mikor lesz a nagy nemközi lántorna, nagyon remélünk, hogy velünk lesz is, a kezdőrugasé fog végezni. A lányok komoly munkába kezdtek a héten, hiszen tavaly második helyen zárták a Leány U14-es bajnokság délnyugati csoportját, és idén is kemény csaták várnak rájuk. Mindössze 4 játékos maradt a tavalyi keretből, a többiek mind új igazolások a PVSK felnőtt labdarúgó csapatánál. Rácz Ervin Nagyatádról, Lehota Bálint Lovászhetényből, Csőke Patrik Bolyból, Stanics Mário Bodáról és Kis Dominik Komlóról érkezett. A csütörtök esti edzésen még voltak próbajátékosok is, így összesen 24-en kezdték meg a felkészülést. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Gyermeket és állatot nem lehet tűző napon az autóban hagyni, mert néhány perc alatt 60 fokra tud forrósodni az autó, és ez akár halálhoz is vezethet. Ám hiába tűnik ez egyértelműnek, minden évben történnek tragédiák.
Ebben az írországi parkolóban halt meg egy csecsemő a saját apja autójában 2 éve. A kocsi felforrósodott, a gyerek pedig hőgutát kapott, már nem tudtak rajta segíteni. Néhány nappal később Fóton is hasonló történt, akkor a járókelők ébersége mentette meg a baba életét, betörték az autó ablakait, így szabadították ki. A rendőrség szóvivője szerint nyáron akár már egy óra alatt is felforrósodhat annyira egy autó, hogy veszélyes lehet benne sokáig ülni. Ebből tragédia, esetleg komoly baj következik be, az bűncselekményt követel. Alapesetben kiskorú veszélyeztetése ez a bűncselekmény, még akkor is, ha a gyerek nem sérül meg, csak a járókelők veszik észre, hogy egyedül várakozik az autóban. De ugyanígy tilos a házi kedvenceket is a kocsiban hagyni nyáron csak percekre is. Szintén felhívjuk a figyelmet arra, hogy kis állatot, kis kedvencet se hagyjunk a járműbe forróságban, főleg ne úgy, hogy az autót őrizetlenül hagyjuk, még akkor sem, hogyha lehúzott ablakoknál hagyjuk kedvenceinket, mert aki ilyet tesz, és az állatnak komolyabb baja esik, az állatkínzás bűncselekményét követi el. Az autóban hagyott csecsemők és kutyák miatt tehát akár több év börtönbüntetés is kiszabható. A nyári időszakban gyakran előfordul, hogy kigyulladnak a mezőgazdasági gépek, legutóbb Dombóváron történt ilyen. A katasztrófavédelem szakembere azt mondja, ezek a tűzesetek megelőzhetőek lennének néhány egyszerű szabály betartásával. Ugyanis gyakran az okozza a traktorok bálázógépek leégését, hogy aratás közben rágyújt a gép vezetője, vagy éppen az, hogy nem tisztította meg az aratógépet az éghető anyagtól. Hatalmas fekete füsttel és lánggal égett egy traktor és egy bálázógép tavaly áprilisban Bátaszéken. A katasztrófa védelem felvételein jól látszik, hogy a gépek teljesen kiégtek. Ezek a képek pedig néhány napja készültek Dombóváron. Itt egy bálázógép gyulladt ki. A lángok átterjedtek a gép közelében fekvő tallóra, ami 1 hektáron égett, és 1 tucat bála is lángra kapott. A dombóvári tűzoltók 3 vízsugárral tudták eloltani a tüzet. Nyáron főként aratás idején különösen sok ilyen tűzesethez riasztják a lánglovagokat, pedig elővigyázatossággal megelőzhetőek lennének ezek a tűzesetek. A legfontosabb szabály az az, hogy ezeken a gépeken el kell helyezni egy kézi tűzoltó készüléket. Ez általában elegendő a kezdődő tüzeknek az eloltására. A munkavégzés megkezdése előtt és a munkaközi szünetekben és a munkavégzés befejezésekor is fontos meggyőződni arról, hogy éghető anyag nem rakódott le, mert ha igen, akkor ennek a tisztításáról azonnal gondoskodni kell. Ajánlatos munkaközi szünetben is biztonságos távolságra helyezni a gépet az éghető anyagtól. Ezzel könnyedén meg lehet előzni a tallótüzeket, miként további alapvető szabályok betartásával is, mondja Ackermann Zsuzsanna. Szigorúan tilos a vezetőfőkékben rágyújtani aratási munkák közben, hiszen egy eldobott cigarettacsik is nagyon komoly tallótüzet tud okozni. Az elmúlt esztendő betakarítási szezonjában országosan 203 mezőgazdasági tűz keletkezett, összesen csaknem 350 hektárnyi területen égett a talló, gabonatábla vagy éppen kazal. Valamint 39 kombájn, 17 bálázógép, 8 traktor és 2 pótkocsi gyulladt ki. Újabb fegyvert kapott a progresszív klímavédelem. Erről beszéltek a szakemberek csütörtökön Nagyberényben, ahol hazánk első klímaültetvényének ünnepélyes gyérítése zajlott. Az itt található smaragdfák egyik különlegessége, hogy 4-szer annyi széndioxidot képes megkötni, mint más növény. 2013-ban ültették azokat a smaragdfákat, amelyeket ma kezdtek el gyíríteni Nagyberényben. Steyer József klímakutató vezetésével és több akadémia, egyetem, valamint kutatóintézet részvételével fejlesztették ki a nemzetközileg is elismert növényt. Itt ismert Magyarországon honos növényekhez képest közel 10-szeres mennyiségű széndioxidot képes megkötni. Itt látjuk mögöttem, hogy beépíti. Tehát ez nem mese, ez fogható. 6 év alatt fejlődtek ezek a növények akkorát, amekkorára az egyéb hibridjeink itt Magyarországon 15-18 év alatt képesek, vagy az őshonos fáink között van olyan, amely 90 év alatt hozza ezt a teljesítményt. Én azt gondolom, hogy mi nem versenyzünk ezekkel, mi egy olyan biodiverzitást szeretnénk, amiben a klímavédelmet gazdasági alapokra lehet helyezni. A smaragdfa számos különlegességgel bír, például kiváló hőtűrő képessége van, valamint nagyon gyorsan növekszik és 4-szer annyi széndioxidot képes megkötni, mint más növény. A nagyberényi ültetvény 6 év alatt vált gyéríthetővé. A szakemberek szerint a növény új, progresszív alapokra helyezi a globális klímavédelmet. Én úgy apostrofálnám, hogy ez egy ökofa, és azért is ökofa, mert egyébként a
majd ha bemennek esetleg alá, van egy nagyon jó kis mikroklímája. Durván egy olyan 3-5 fokos hőmérséklet különbséget tud produkálni belül az ültetvény meg kívül, tehát már ez is önmagába véve, pormentes, nagyon erős oxigén felhasználása van, tehát hogy oxigén termel vissza a környezetbe. És hát a leveleim pedig ugye elég intenzív protein gazdagok, tehát az meg egyéb más felhasználásra is alkalmas. Az ünnepélyes gyirítésen részt vett az országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke is. Jakab István kiemelte, a smaragdfa nagy lehetőség a klímavédelemben, épp ezért meg kell találni hasznosításának lehetőségeit. Hogy több ilyen ültetvény már most is van kísérleti jelleggel. Nyilván az egyes kutatóintézetek, erre szakosodott speciális szervezetek ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Hallottuk az előbb is, egyetemek, kutatóintézetek bevonásra kerülnek. Nyilván az ő együttműködésükkel és az adottságok figyelembevétele mellett meg kell találni, hogy hogyan tudunk hozzájárulni az egészségesebb környezet fenntartásához, és ráadásul hogyan tudjuk növelni azt a biomassza mennyiséget, amire szükségünk van. A smaragdfa ültetvény lehetőséget nyújt a köztes növénytermesztésre is. Így az így vetett gabona akár 30%-kal nagyobb termést hozhat a kedvező mikroklímának köszönhetően. Több mint 500 hajó állt rajthoz az 51. kék szalagon. A balatoni nagydíj minden idők legizgalmasabb tókerülő versenyének ígérkezik a sok esélyes hajó miatt. Az élvonalban a 13-szoros kék szalag győztes Litkei Farkas Józsa Márton, a 50-50-vel, illetve a Blackjack Roland Gablerrel is esélyes a győzelemre. Ez egy 92-ben épült Libero A-típusú hajó, olaszok építették, igazi tókerülő versenyhajó. Annyiban változott meg az élete során, hogy mikor hozzánk került, akkor lekerült róla, volt rajta bulba régen, egy 300 kilós tőkesúly, most már semmilyen súly nincs alatta. A Rafikával már bezsebelte a győzelmet a Genfitavi tókerülő versenyen, a Bolzdóron, valamint a német Bodentavi Rundumon is az első helyet Király Zsolt. Ezúttal a kék szalag nagydíjon indult a 14 fős csapat. Az a helyzet, hogy bármi történhet, ugyanis a Rundumon egy hasonló szélben éppen csak lemaradtunk a katamaránokról, azért mert egy másik hajóval versenyeztünk, és az volt a taktika, hogy ő vele kell. Gyenge szél lesz végig, azt tisztán látszik. Keleti szél van most, ami egy picit felerősödik, ami majd szerintem Siófok és Földvár környékén le fog állni, és onnan kezdődik az igazi verseny. Az egytestű kategóriában abszolút esélyes Rafika nem bízta a véletlenre. A felszerelést, az ételt és a ruházatot is úgy választotta ki, hogy a lehető legkevesebb súly terhelje a hajót, de az ellenfeleket sem becsüli alá Király Zsolt. A csapathoz Hoffmann Henrik, a Balaton Turizmus Szövetség elnöke is csatlakozott. A szakember hobbi vitorlázóként már számos versenyen szerepelt, többek között a Rafika legénységével. Hoffmann Henrik úgy véli, a kék szalag egyre nagyobb szerepet tölt be a Balaton életében. Európa legjelentősebb tókerülő versenye. A holtversenyben van mindig a Genfitavi tókerülő versennyel. Én azt gondolom, hogy nekünk úgy a távolságban is hosszabb versenyünk van, illetve résztvevők létszámában is. Igazán büszkék lehetünk rá, és ez a legrégebbi tókerülő verseny. Sok ezer embert megmozgat, és ugye ma már fesztiválán nőtte ki magát. Azt gondolom, hogy ugye ez a vitorlázás ünnepe a Balatonon. A mai nap is egy csodálatos nap lesz megkerülni a szép tavat. Idén több mint 500 hajó állt rajthoz az 51. kék szalagon. A balatoni nagydíj minden idők legizgalmasabb tókerülő versenyének ígérkezik a sok esélyes hajó miatt. Az élvonalban a 13-szoros kék szalag győztes Litkai Farkas, Józsa Márton a 50-50-vel és a Blackjack Roland Gablerrel is esélyes a győzelemre. Az időjárás is közrejátszik abban, hogy melyik csapat hogyan halad. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Folytatódnak a felújítások, új bölcsödét is kialakítanak Pécs belvárosában. Nyomon követhető a baranyai dinnye, ingyen kóstolót adtak a gazdák Pécsen. A legfontosabb a közös együttélés, felelősségvállalás, roma integrációs konferencia Pécsen. Ellátogatott a sportoldába a balesetet szenvedett focista, a kisfiút folyamatosan segíti nevelő egyesülete. Szombaton a napsütés lesz túlsúlyban, a Dunántúlon és északon megélénkülhet a délies szél, a legmagasabb hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Vasárnap is sok lesz a napsütés, helyenként élénk lehet a délnyugati szél, délután 31-36 fokra van kilátás.
Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!